Hatamási járás közbiztonsági és bűnügyi helyzetét értékelte a rendőrkapitányság vezetője Kuti István, aki a megjelenteknek elmondta, hogy területileg a legnagyobb járás tartozik a felügyeletük alá, ahol 44 egyenruhás felel a közbiztonságért. Vannak partnerek, vannak szövetségesek, akikkel együtt tudjuk a közrendet, közbiztonságot, a bűnözést csinálni, hiszen mindenkinek felelőssége van ebben a szövedékben, hogy hogyan dolgozzunk. Az állandó létszámmozgásokat is figyelembe véve, jó szolgáltszervezéssel a 24 órás lefedettség az alap kritérium, tehát át tudjuk látni, át tudjuk utazni, és tudjuk kezelni az ott jelentkező problémákat. Olyan dolog még nem volt, hogy nem, vagy jelentős késedelemmel ért ki a rendőr. A kapitány statisztikai számadatokkal szemléltette a változásokat. A balesetek tekintetében szomorú, hogy duplájára emelkedett az előző évekhez képest ez a szám. Idén már 60 sérüléses balesetnél jártak el a Tamási rendőrkapitányság munkatársai. Két évet hasonlítottam össze a tavalyit, hiszen ha ezt a fórumrendszerről beszélünk, a tavalyi évben is kellett volna, csak a Covid, a járványhelyzete kicsit átalakított, úgy gondoltam, hogy erről is kell beszélni, de a statisztika az elsősorban a munkát szervező vezetőknek fontos. A megélt statisztika az egy sérülés, az egy betörés, az meg az egyénnek fontos. Tehát azért furcsa a statisztikáról beszélni, mert nekünk az egy sorvezető, az nekünk a munkaszervezés alapja és záloga, viszont kifelére, hogy hol mennyi bűncselekményt követtek el, vagy egyéb jellegű jogsértés, az a szolgáltszervezésben játszik komoly szerepet, és hogyha ezzel jóssá fárkodunk, akkor az állampolgárok többsége, a tisztességes állampolgárok többsége megelégedett lesz. Vannak olyan részei a járásnak, ahol a települések elszigeteltsége miatt nagyobb jelenlét indokolt, ehhez pedig a polgárőrség nagy segítséget nyújt az egyenruhásoknak. Főleg a perifériás területek, ahol mondjuk nem a főközlekedési utak mellett vannak, egyébként hozzáteszem, a főközlekedési út a 61 és 65, ha kívül jövök, magában feltételezni azt, hogy az átutazó bűnözőknek a terepe, hál' Isten, hogy lekapogjam, ez eddig nem volt jellemző, viszont a külterületek, és akkor mondhatnám a Értényt, Felsőnyéket, Ozorát, Fürgedet, esetleg Párit, ami csak földrajzileg mondom, hogy külterület, egyébként minden ott élőnek a világ közepe, ott egy kicsit más hangsúlyt kellene tennünk, tehát nagyobb odafigyeléssel kell nekünk is lenni, de hát ezt egyedül nem fogjuk tudni megoldani, kértem továbbra is szövetségesül a polgárőrség. Azok a területeken aktívabbak a polgárőrök, ahol ha nem is biztos, hogy a 24 órás rendőri lefedettség igaz, csak nincs állandó jellegű rendőri jelenlét, független attól, hogy van közvetlen megbízott vagy sincs, hiszen az magánember is, tehát is egyéb szolgálati feladatok, ott a polgárőrségek napi jelenléte nélkülözhetetlen. A kábítószerrel kapcsolatos problémák is előkerültek a Tamásiban rendezett közbiztonsági és bűnügyi fórumon, ahol a rendőrkapitányság vezetője rámutatott, hogy az eljárás alávont járművezetők 10%-a áll valamilyen szer hatása alatt. Semmivel nem rosszabb statisztikai oldalról a kábítószerrel való fertőzöttség, mint az ország más részén, viszont szerintem túlságosan is jelen van ebben a járásban és más járásokban is, mert nem az egyén oldalát kell nézni a fogyasztót. Én is, itt is erről beszéltem, és a kollégáknak is azt mondom, a fogyasztó ez elsősorban saját magát, vagy közvetlen környezetét teszi tönkre, viszont nem megengedhető az, hogy ehhez a bódítószerethez nyúljanak, de a következő lépcsőfok meg elsődlegesen, aki ezt teríti és terjeszti, forgalmazza, nekünk ott van területünk, és ezért fontos ez a jelzőrendszer, ezért fontos, hogy tavaly előtt óta már megszületett a gondolata Tamási városi vezetőkben, kábítószer egyeztető fórumot hozzanak létre. 2019. februárjában döntött Tamási város önkormányzati képviselőtestülete a kábítószerügyi egyeztető fórum létrehozásáról, tudtuk meg az aljegyzőtől. Teret biztosít a kezelésellátás, a keresletcsökkentés és a kínálatcsökkentés területén működő helyi és járási szervezeteknek, intézményeknek és hatóságoknak, hogy erről a problémáról beszélgessenek, ezzel a problémával foglalkozzanak. Negyed évente tartjuk üléseinket, melyen részben ezek az érintett szervezetek beszámoltak az elmúlt két évben a működési területükön érzékelt
tapasztalatokról, illetve előadókat szoktunk meghívni, mely előadók iránymutatásukkal és gondolatébresztéssel segítik a tagszervezeteink munkáját és szervezetünk munkáját. 2020-21-es évben az Emberi Erőforrások Minisztériumától pályázati forrás nyert el a szervezet, amely forrásból elindulhatott a helyi egészségfejlesztés és drogstratégia előkészítése. Ennek érdekében egy munkacsoport alakult ez év májusában, mely munkacsoport egy 16 éves diákok körében elvégzendő jelenléti kérdőív felvételével és ennek feldolgozásával szeretné megalapozni a stratégiát. Folyamatban van egy online lakossági kérdőív megalkotása, majd ennek ugye közététele és feldolgozása. Továbbá a már említett kezelésellátás, keresletcsökkentés és intézmény és kínálatcsökkentés területén működő szervezetek megkeresése az elmúlt évek adatainak a begyűjtése és feldolgozása érdekében. A Tamási járás kábítószerügyi egyeztető fórum jelenlegi feladata a drog probléma nagyságának feltárása. Céljuk, hogy a 2022-es év végére a képviselő testület elé terjesszék a helyi egészségfejlesztési és drogstratégiát.